Summáját írom Heger várának, megszállásának viadaljának, szégyen vallását császárhadának, nagy vígasságát Ferdinánd királynak. Urak, halljatok szép csuda dolgot, mint az Úristen ad a vígságot, mutat hozzátok irgalmasságot, az pogánokon áll a bosszúságot. Megírtam végön históriáját, Egörvárának ő nagy romlását, Mastrevidedön annak summáját, megérthetitek ő nagy sok csodáját. Az Alibasa király széki alá, az felszél felől hegyvölgyön száll, három nagy ágyút egyre vonyata, kilenc golyóbist az várban bocsáta. Az kisasszonnap után ez vala, vasárnap alatt 1500-ba, 52-be ez szállás vala, harmadnap nagy sáncokat vettek vala. No, király székiről lőni kezdének, töltése nagy monostorra lőnek, onnan szép ágyuk, mert igen zömnek, jó dobó miatt sok terekök vesznek. Gyorsan ötöd nap az Amhárd basa, sok szancsákokval Beglerbék basa, Tihemér felől Beglerbék szálla, az Vadkert felől Amhárd basa szálla. Párra ágyúkat ők szegezének, egy néhány felől kőfalt törének, kik miá belől sokan veszének, közös laptákat, nilakat bélövének. Látják az hősek, nappal kitrontnak, az főhadnagyok igen forgódnak. Éjjel erősen azt bícsinálják, mindaz várták, ott több néppel újítják. Az ostrom után csuda történik, egy gyalog hadnagy az vége görnek, árulója lőn az vitézöknek, sok társaságval hogyonnat kilépnek. Szorgost hadnagyok, ezt dolgot érték, Hegedős István ám megfogaték, tőle megérték, mert megkínzaték, az vár piacán ám felakasztaték. Gyakran császárnak az várat kérik, többféle nyelvön kívül üvöltik, nagy szép jutalmát annak így érik, békével őket gazdagon eresztik. Az bölcs hadnagyok nagy lövést tésznek, trombiták lobog, sípok szönögnek, köznép szózatot, hogy ne értsenek, kiből hasonlás gonosz ne következné. Az főpasáknak, együtt dolgokról tanácskozának, egy végostromot szolgáltatnának, hogyha nem nyernék, ők elszállanának. Derékostromhoz ők készülének, senkit az ígyben nem kímélének, pasák, szancsákok mind készülnek, másnap ostromra várnak eredének. Rettenetösön minden bástyánál vénak harcolnak sok vérontásval, sebesök vannak, nagy bojításval, sokan elhullnak sebbel és halálval. Azt nem lőtt bástyánál dobóval, ott ő apródját ellőtték vala, ő keze lába sebesült vala, ott asszon népök vitézködnek vala. Az Gergely Deák kezé sebesik, Zolta István essebbe esik, az Figedinek foga kiesik, sok jámbor vitéz hulla, ebben esik. Kártaszterekek nagyot vallának, az óka purajs ostromlának, mecskeivel ott mind készön vannak, kik miatt kívül sokan elhullának. Ám szégyönökre eltágulának, dobjok fakadva elbúsulának, sok főnépeket ők siratának, magyar vitézök nagy hálát adának. Az Amhárd vala bosszankodásba, Alibasára átkozódásba, hogy őtet hívta oly bíztatásba, őt senki meg nem várja végházadba. Az egrieket
harmoknak mondta, vége Görvárát rossz akolnak mondta. Kék miatt szégyönt ott hallott volna, jobb vitézöket házba sem látott volna. Már meghallátok Revit summáját, egri szállásnak históriáját, azon imádjuk mennyei atyát, tőlünk se vonja nagy irgalmasságát. Egröt minékünk éltig megtartsa, övvégházakkal megszabadítsa, az pogánkésztől megoltalmazja, köröztjén népet igaz hitben tartsa. Nagy históriát az kiszőrzötte, ez summáját és azon jegyzötte, nevét versfőben megjelöntötte, 1506-ot félszáz háromba szőrzötte.